Egy rövid tájékoztató után a börtön jubileumára készített kiállítást tekintették meg először a játék győztesei. Véletlenül kaptam egyszer egy. A tárlat mindenkinek elnyerte a tetszését. Nagyon jó az a kiállítás, sajnos nem lehet bejönni, de én mindenkinek ajánlanám, hogy nézze meg. És nagyon kedvesek az itt dolgozó emberek. A börtöntörténeti kiállítás egyik érdekessége ez a polc, ahol a hozzátartozók által beküldött különböző használati tárgyaknak álcázott gyógyszerek és mobilok kaptak helyet. De nem csak ezek, hanem a bitófa is sokakat elgondolkoztatott. Az eredeti bitófa igen itt a hátunk mögött, eredetileg nem a pincében volt felállítva a halálbüntetéseket, az intézet egyik kis udvarán, amit azóta beépítettünk, azon hajtották végre. A látogatók az úgynevezett körlettel is megismerkedhettek, ahol a fogvatartottak zárkáiba ugyan nem, de a börtön légkörébe bepillantást nyerhettek. Nagyon sok más kívülálló embert is be kéne idehozni és engedni, látni, hogy hogyan élnek itt, illetve milyenek a körülmények. Én úgy gondolom, hogy a hozzáállás, a vélemény, a mindenféle rossz indulat, ami van ezzel kapcsolatban megváltozna, illetve nagyon sokat változna. A születésnapi akciót azért hirdette meg a székesfehérvári börtön, mert az intézet nyitni akart a civil társadalom felé. Legalább a civilek egy bizonyos kis szűk csoportjának bemutatni részletesebben azt, hogy mivel foglalkozunk mi, milyen élet zajlik egy börtönben, és mivel telik a fogvatartottaknak egy átlagos napja. A törvények és a biztonsági szempontok miatt civilek nagyon ritkán léphetik át a börtön kapuját, az intézet azonban a lehetőségeihez képest a bűnmegelőzés fontosságát szem előtt tartva igyekszik ehhez hasonló látogatásokat szervezni.